a helyzet, hogy a Levi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régi jó barátom, és szomszédok is voltunk, eszméletlen jól érezzük egymást, azt gondolom a humorát nagyon szeretem, és talán ő is az enyémet, és az, hogy így hozta az élet, és hogy így sikerült végül is ezt összehozni, hogy ő és én ebben a reggeli talpra vagy a műsorban együtt vezetjük a reggeli műsort és az adást, ez nekem nagyon-nagyon imponáló. A megkeresés maga is, és egyáltalán az, hogy egy ilyen műfajba bele tudok ugrani. Miután elég nyitott embernek érzem magam, és tájékozottnak, és szeretek mindent befogadni, az új híreket, vagy érdeklődni, és nyitni mindenfelé, ezért aztán ez pontosan jó és jó rárémmel, és rápasszol arra a jellegű dologra, amit a Levi velem, vagy én a Levivel csinálunk megjelente, hallgatókat, az aktuális problémákat és aktuális jó dolgokat mindent megbeszélve. Egyfajta világnézet, amit én képviselek, az is bejön az adásba, vagy ütközik a Leventével jó értelemben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy boldog vagyok. Nem azt hiszem, hanem egyértelműen állíthatom, hogy boldog vagyok, hogy itt a reggeli műsorban a Levivel nyomhatjuk a műsort. Igen. Mi volt? Vagy ilyen azt műsorod? Nem, egy. Jó, hát ezt most nem. Bár most a lányom a füles mackómon most nektek szép meséket, gyerekek című dalt hallgatja. Kérdezte a fiam, ezt te honnan ismered? Onnan édesem, hogy ez egy nagyon régi rajzfilm, és ezt most kicsit úgy felturbozták. Ja, azt hittem, hogy mostani. Az én mennyasszonyom a Rezes Judit, van egy közös gyerekünk, a Misi, aki most 7 éves. Jó, magam ugye színész vagyok, legalábbis ezzel foglalkozom szörmentén. Judit pedig a Jászai Mari Díjas színésznő és a Katonai József Színház oszlopos tagja. Miután mi 15 éve együtt vagyunk, így aztán felmerült a kérdés, vagy a gondolat, hogy miért is ne csinálhatnánk valamit együtt, egy színdarabot. Férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek. Szabó Győző vagyok, 47 éves. Alapvetően a szabadság határozza meg az életemet. Rezes Judit vagyok, anyuka, színésznő. Na most először mondtam ki ebben a sorrendben. Elkezdtünk keresni mindenféle darabokat, hogy ezeket átdolgozni, színpadra alkalmazni, stb. Aztán oda jutottunk, hogy egyébként is miért ne csinálnánk magunkra, az életünkre, a kapcsolatunkra, ami egyébként akár mintát adhat, mutathat, hova inthet másokat is, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni. Ebben aztán jelen van a dráma, a humor, a fordulópontok, a mélypontok, stb. Hideg-meleg van ebben minden. És Love Shake címmel a kezdetektől a napjainkig egy párkapcsolati előadást készítünk, ami egy összművészeti előadás. A tekintetben, hogy van benne zene, tánc, amit mi zenélünk, próza, dalok, rap, különböző stílusban, és ezt visszük színpadra. Annyira tipikus. Kis kitárolkozás, mégsem dokumentarista, egy színpadi, színházi élmény, ami szerintem olyan, amit érdemes megnézni. Szeretsz? Igen.